Szentgyörgy hegy, mellettem a Horváth pince tulajdonosa, borkóstolóra jöttünk. Lesznek tüzes borok? Természetesen. És tüzes lányok. Legalábbis én a végére biztos. A borturista a zsendülő szőlőfürtök között kezdi a felfedezést a Szentgyörgy-hegy oldalában, ahonnan látni a Badacsony vagy a Csobánc gyönyörű panorámáját. Meg tudom csinálni, úgyhogy... Egyszerűen gyönyörű, tehát ezzel olyan jó végignézni ezen a tájon. Ott van Szigliget, itt van a kék frankos, azt mondtad. Igen, igen, az olasz ízling és a kék frankos. Itt a szőlő a vulkánok ajándéka, a talaj a bazalt maradványoktól különleges. Szereti a szőlő a vulkánokat? A kövek nappal magukba szívják a meleget, és éjjel visszaadják. Még egy lazább szerkezetű talaj az éjjel nagyon gyorsan kihűl, és körülötte a levegő is nagyon hamar hideg lesz. A kövek azok visszanyomják a meleget. Szinte azt lehet mondani, hogy éjjel is érik a szőlőt. Már zsendülnek, cukrosodnak a fürtök, de már a szőlőből látjuk, hogy újabb borturisták érkeznek, méghozzá bringával. Mert egészen más feelingje van annak, mikor a polcról levesz egy bort a boltba, vagy pedig az, hogyha itt jön a pincébe megkóstolja. Úgyhogy besétálunk a birtok fővárosába, a Pince teraszára. Hegynek föl. Mennyi gyönyörű virág van! Közben a borturisták már kóstolgatnak Horvátéknál. Miért kínálhatok? Van akkor Pinot Noir, a Cabernet Sauvignon és kék frankos. A fiatal pár a Balaton felvidéken szállt meg. Onnan indultunk biciklivel a Badacsonyba, meg gondoltuk, hogy itt végigjárnánk a pincészeteket. Egy kis bor, meg egy kis bringa? Tehát jó megállni egy bringázás közben? Nagyon. Egy kis rozéra. Nincs is jobb frissítő, mint egy kis rozé. Háromféle külön rozét készít, tehát minden fajtából nem küvét, hanem minden fajtából külön. Most ők a Cabernet Sauvignont a legfűszeresebbet fogyasztják. Szabadon szárnyalnék, egyedül táncolnék, de valaki suttog. Kellően fűszeres. És nincs az a markáns utóíze. Vulkanikus? Hát már pezseg tőle a szervezetem, úgyhogy... Kaptok energiát a visszaúthoz. Gyöngyházszínű, a szirombelyhek széle. Míg a pár romantikázik, mi megcsodáljuk a hordóban a díszhalakat, aztán kisétálunk a diós dűlőbe, ahol a szentgyörgyhegyi borászok szíve csücske, az olasz rizling terem. Akkor ez az eperhez illik, ugye? Az olasz rizling mennyire többet tud, mint amit régen gondoltak róla 10-20-30 például évvel ezelőtt. Például tud eszebb bort lenni. Például ezt is, friss, üde, fiatal szárazbort, érlelésre való komolyabb, testesebb szárazborokat, késői szüretet vagy akár jégbort is. Hát akkor Dolce Vita. De ez olyan igazi pince, nézd. Leírva a családi pincébe, elérkezünk a Cabernet Sauvignonhoz. Egy csókot kapott csak egy második töltésű borékhordótól, az azt jelenti, hogy egy 3-4 mit kapott? Hordó. Egy csókot, tehát csókot. Az, igen, igen, hát hogyha már ilyen hangulatokról beszélsz, romantikus szenvedélyes. Nem egy, másfél, két évet él benne, hanem csak egy néhány hónapot, hogy ne uralkodjon el rajta. Van belanyag. Éppen ezen gondolkodtam, hogy a Szentgyörgy valószínűleg úgy tudta a sárkányt legyőzni, hogy ráhúzott a Cabernet Sauvignonodra. Nagyon körbe járjuk a többieket, úgyis van itt néhány száz méteres körzetben, azért szerencsére még néhány jó pince, amit jó szívvel tudnék ajánlani. A szentgyörgyhegyi borászok közösséget is alkotnak, például a Vinum Vulcanum borlovagrendben, pinceikben pedig visszavonul, lecsendesedik a turista. Kicsit intimebb, kicsit más, és kicsit természetközelibb talán az egész hely. Itt minden az, aminek elsőre látszik. Ez mit jelent? Őszinte borok, őszinte emberek, és az vonatkozik szerintem minden pénzhez.